Másodikként utaztak az éllovas Vácshoz a kisvárdai fiatalok, és a mérkőzést követően helyet cseréltek a csapatok a tabellán. A Gerlicki Máté által irányított együttes egy vereség és egy döntetlen mellett ötödik győzelmét szerezte, a Paks, az Újpest, a Békés Csaba és a Szeged után a váciak ellen is begyűjtötték a 3 pontot a várdaiak. A legmagasabb osztályban újoncnak számító akadémisták így 16 ponttal állnak az élen, megelőzve az egyaránt 15 pontos Vácot, Kecskemétet és Zalaegerszeget. Utánpótlás csapatnál az, hogy most anyadik helyezést kell elérni, én így nem hiszem, hogy meg tudunk fogalmazni bármiféle célt. Ugye ez egy alapszakasz, amiből be lehet kerülni egy középső csoportba nekünk, hogyha az első 4-ben vagyunk. Ez egy szép cél lehet akár így a csapat előtt, hogyha csapatról beszélünk. De én azt mondom, hogy itt a klubnál én azt várom, hogy a srácok fejlődjenek, és elsődlegesen az a célunk, hogy minél több játékos tudjunk először ugye az MB3-as csapatba feladni, és hát az a végtermék, hogy a nagy csapat ebből tudjon profitálni, hogy a srácok fejlődnek, és tehetségesek, ügyesek, és kijön belül az, ami bennük van. 7 edzése van a legtöbb srácnak hetente, plusz a mérkőzés. A körülmények, hát azokat nem kell bemutatni, aki volt már Kisvárdán, az szerintem száját tátja a körülmények láttán, úgyhogy minden lehetősége megvan az edzői stábnak is a munkára, hát és a srácoknak is. Ez egy nagyon-nagyon jó klub és egy jó hely arra, hogy beváltsák az álmaikat. A csapatban több határon túli kárpát-aljai fiatal is játszik, és az edző szerint jó hatással vannak egymásra a különböző környezetből érkező futballisták. Itt nagyjából fele-fele az aránya a mi csapatunknál is. Igen, kemények a srácok, de én azt szoktam mondani itt az eltelt 3 hónap tapasztalat alapján, hogy a magyar játékosok legalább annyira kemények lettek a kárpát-aljai srácok mellett, úgyhogy igen, ez abszolút ragadós ez a mentalitás. A várdaiak a hétvégén nem játszanak bajnoki meccset, legközelebb október 29-én Kecskeméten lép pályára Gerlicki Máté együttese.